Egy nagyon jó csapattal találkoztunk a legutóbbi mérkőzésen, sajnos most a ZTE jobb volt nálunk, ezt el kell fogadnunk. Hiányzott a jó ritmus a támadás befejezéseknél, ellenfelünk pontosabb volt, ez sokat számít egy ilyen rangadón. Hiányoztak a pontok, egy idő után kicsit görcsössé is vált a játékunk, így a hajrában már nem tudtunk fordítani a meccs alakulásán. A bajnokság kifejezetten erős és kiegyensúlyozott, több csapat is reális eséllyel pályázik a dobogóra. Ez nem baj, sőt, kifejezetten jó, hogy ilyen erős ellenfelekkel találkozunk, mert csak így léphetünk mi is előre, és lehetünk egyre jobbak. A Szeged elleni mérkőzést sem vehetjük könnyedén, mert ellenfelünknek nagyon kellenek a győzelmek, és ellenünk sem feltartott kézzel lépnek majd pályára. Nekünk most bizonyítanunk kell, úgyhogy keményen küzdve, jó játékkal szeretnénk megnyerni a mérkőzést. Nincs más opció most számunkra.